József, hogyha keveseknek adatik meg az, hogy megéljék a saját testvérüknek a boldoggálmatását, hogyan érte meg ön ezt a különleges napot? Azt én végig gondoltam, kevesen élik meg a testvér a boldoggálmatást, de azt hiszem, hogy olyan nincs is a világon, hogy a paptestvér megéli a paptestvérének a boldoggálmatását. Ez egy nagy dolog, és hát végeredményben a Jóisten hát most megadta nekünk az, hogy kárpótolt azok évt, amit 30 éven keresztül elküldött szenvednünk. Ugye most egy nagy ünnepről beszélünk, de azért ebben van bizony szenvedés is, hiszen a testvér egy gyilkosság áldozata lett. Igen. Hogyan lehet megbocsátani? Meg lehet bocsátani az elkövetők? Hát megbocsátani meg lehet. A szüleim mondták mindig, mikor ugye arról volt szó, hogy kik a gyilkosok, a szüleim azt mondták, hogy őket nem érdekli az, hogy kik a gyilkosok, a fiúkat nem tudják föltámasztani, de Jóisten az majd ugye megtorolja a dolgot. És ezt mondhatjuk is, hogy most a Jóisten letaszította azokat, akik ugye az igazak voltak, és akiket őt akkor megaláztak. És akik megalázták őket, azokat most a Jóisten letaszította. Hogyan tovább megtörtént a boldoggálmatás? Fiatal emberről van szó, hiszen 20-néhány éves volt az ön 26. testvére, ennyit élt meg a földi életben, és mégis lám-lám tömegek, tízezrek gyűltek össze az ő boldoggálmatás ünnepségére. Szóval, hogy főleg a fiatalok, akik keresik a helyüket az életben, és talán a 21. században egy kicsit szétszórtabban is keresik, mint az önök fiatal korában. Szóval mit javasolna ezeknek a fiataloknak, hogyan tudnának ők is boldogok, az életszentségre törekvők lenni ma a 21. században? Ugye azt ők nem értik meg, hogy akkor milyen idők voltak. Mindig legyintenek, hogy az akkor volt. De hát azért mégis imponáló nekik, hogy egy fiatal pap, akit boldoggálhattak, és akik ilyen sokan tisztelnek. Ez maga így vonzó dolog. Amint ugye egy sportolót sokan tisztelnek, mert tisztelnek egy olyan papot, aki kiállt a hitért, és az Jóisten így ért.